Mi az mozgalom rendkívül aggasztónak tartja, hogy keleti szomszédunk erős lépéseket tesz a fegyverkezés és a hadsereg terén. A helyzetet súlyosbítja, hogy nem csak szerintünk, de az orosz elnök Vlagyimir Putyin szerint sem tartja be Ukrajna a fegyvernyugvást, mely újabb olaj lehet a Donyec medencében zajló tűzre, és a térségben zajló állóháború könnyen elfajul, még inkább elmérgesedik. Ezt az elméletet erősíti, hogy az oroszok jelentős haderőt csoportosítottak a front közelébe, illetve hogy ukrán részre egy amerikai csatahajó mintegy 350 tonna hadianyagot rakott partra. A telítődő keleti front mellett aggasztó az a hír is, miszerint három nagyhatalom államfője, az orosz és a francia elnök, valamint a német kancellár egyeztetett videokonferencián az ukrán helyzetről, csak erre épp az ukrán elnököt felejtették el meghívni. Természetesen az ukrán parlament sem tétlenkedik, és nemzetközi embargót sürget Oroszország ellen, valamint határozatban szólította fel a nemzetközi intézményeket a jogsértések kivizsgálására. Számunkra, a mi hazánk és Kárpátalja számára viszont az a legaggasztóbb, hogy egy olyan törvényt is elfogadott az ukrán törvényhozás, mely a hadseregbe való mozgósítás és behívás is könnyebbé és gyorsabbá teszi. A javaslatot Vlagyimir Zelenszkij, ukrán elnök, maga terjesztette a parlament elé, jelezve ezzel annak fontosságát. A törvény lehetőséget ad az elnöknek a parlament összehívása nélkül is, hogy mozgósítást hirdessen ki, ami a tartalékosok 24 órán belüli behívását teszi lehetővé. A tartalékosok mellett az egyszerű hadkötelesekre is szigorúbb szabályok érvényesek, hiszen minden 18 és 60 év közötti férfi behívható katonai összetartásokra. Akik a fentebb rendelkezéseket nem tartják be, azok komoly, az eddigiekhez képest 10-szeres pénzbírságra is számíthatnak, valamint a szolgálat megtagadása esetén akár 5 év börtönre is. A rendőrség is plusz jogosítványokat kap, így az ő segítségükkel akarják összefogdosni a sorköteles fiatalokat. Az új törvény értelmével az adatvédelem is megszűnik szinte, hiszen több szolgálat is hozzáférhet majd a hadba hívottak adataihoz. Ezek az új szabályozások a hadsereg gyors létszámfeltöltésének megkönnyítése mellett egyesek szerint másra is adhatnak lehetőséget, hiszen a politikai ellenfelek, netán az őshonos kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok ellen is irányulhatnak. A fikción túlmutat, hogy 2014-ben kezdődő fegyveres konfliktusban rengeteg kárpátaljai magyar vett részt, közülük sajnos sokan meghaltak, többen megsebesültek, de a legjobb esetben is örökre megváltoztak. Ugyanis Kárpátaljáról Ukrajna más régióihoz képest dupla annyi fiatal soroztak be, és ez az arány többségében még mindig magyarok által lakott régióban tovább emelkedett. Egészen elképesztő és bizarr, hogy egy függetlenedni akaró kisebbséget egy másik kisebbség nagy arányú besorozásával szeretnék maradásra bírni. Ha technikailag Kárpátalja jelenleg Ukrajna része is, nem szabad akaratukból azok, és egészen abszurd, hogy a kárpátaljai magyaroknak kell küzdeni sok esetben Ukrajna területi egységéért. Ez nem az ő háborújuk, hanem két nagyhatalom ütköző zónája. Nekünk viszont semmi közünk sem Amerika, sem Oroszország erőfitoktatásához, még ha az utóbbi jogosnak is bizonyul. Pártunk nem szeretné, ha az egyébként is egyre gyakoribb megfélemlítése a magyaroknak szülőföldjükön, a szélsőségesek helyett immár törvényes formában, a hadseregen belül és a harcmezőn folyna. A Mi Hazánk mozgalom felszólítja a kormányt, hogy kiemelt figyelmet fordítson a jelenleg leginkább segítségre szoruló kárpátaljai magyarság megvédésére, és az anyaországi külügy tegyen meg mindent elszakított nemzettestvérei védelmében. A Mi Hazánk nem mond le sem a kárpátaljai magyarokról, sem Kárpátaljáról, mert minden magyar felelős, minden magyarért.